Sziasztok, ez itt az Éva Budoár Zsanorsival. Mi határozza meg, hogy kit látunk szépnek? Van egyáltalán olyan személy, akit mindenki egyformán szépnek lát? Szerintem a szépség szubjektív. Ugyanakkor sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítunk neki, mint a belső értékeknek. Valamiért a szép embereket általában okosabbnak, jobbnak, szimpatikusabbnak látjuk másoknál. A mesékben a gyönyörű királylány szelíd és jóságos. A királyfi bátor és becsületes. Így már egészen kiskorunkban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a szépség igenis fontos. A mai témánk szabálytalan szépségek. Meghívott beszélgető partnereim pedig Kozma Rita plusz size stylist, body pozitív aktivista, a plusz size stílus biblia szerzője, Széles Adrián, vitiligó nagykövet és keresett modell, annak ellenére, vagy éppen azért, mert pigmenthiányos bőrrel született. Harmadik vendégem pedig Tamás Eszter, plusz size modell. Adrián, a te Facebook posztoddal kezdeném a beszélgetést. Én így vagyok szép, nem a foltok ellenére, hanem a foltokkal együtt, írtad. De nem volt ez mindig így. Egy veled készült interjúban olvastam, hogy 23 évig küzdöttél ezzel a betegséggel. Mi okozta a legnagyobb problémát számodra? Talán az a reakció, amit kaptam azoktól a normál bőrű emberektől, akik amikor rám néztek, akkor látták, hogy én különbözöm az ő bőrüktől, és a furcsa tekintetek, vagy az esetleges beszólogatások azok voltak, amik negatívan érintettek, és ez volt az, ami így borította a világrendemet, hogy én hol helyezkedem el, én hogy nézek ki, én mennyire különbözöm azoktól, akik ilyen furcsán néztek rám. És beszéljünk egy pár szót arról is, hogy mi tulajdonképpen ez a betegség, mi a vitiligó? A vitiligó egy autoimmun betegség. Fizikálisan úgy néz ki, amennyi látható szemmel, hogy a bőr barna felületein fehér pigmentált terület látható, mint hogy a kézfejemen is. 5 típust különböztetünk meg, a foltoknak az elhelyezkedését csoportosították. Az enyém ez a vulgáris típus, ami szimmetrikusan helyezkedik el akár kézfejen, lábfejen, térden, csípőn, illetve középvonalban. És amit tudni kell, az az, hogy betegségnek van nyilvánítva, nem csak egy esztétikai probléma, hiszen maga az autoimmun folyamat képes más autoimmun folyamatokat behúzni, úgy mint Hashimoto, különböző cukorbetegségek, inzulinrezisztencia, akár ízületi gyulladások, és emiatt tekintünk betegségnek, mert kívülről, ahogy látszódik, ez esztétikailag tűnik másnak, és aki ránk néz, az nem gondolja, hogy ez egy betegség, de valójában nagyon nagy problémákat tud okozni. És ezt is egy interjúban olvastam, hogy a lelkiállapottal is összefügg az, hogy a vitiligós foltok hogyan alakulnak. Én a nyakamat teszem rá, hogy van összefüggés a között, hogy mi hogy érezzük magunkat lelkileg és a foltoknak a mennyisége, illetve elhelyezkedése között. Nagyon sokan a csoportban beszámoltak arról, hogy amikor egy nehezebb, stresszesebb, rosszabb élethelyzetben vannak, akkor ezek a foltok sokasodnak, egyre nagyobbak lesznek, újabb területeken jelennek meg. És az ellenkezője is, hogyha egy vitiligós nagyon jó lelki állapotban van, nagyon jó életszakaszban van, akkor a foltok tudnak a képen reagálni, hogy ezek el tudnak tűnni. De ezt így önmagunktól befolyásolni sajnos nem nagyon tudjuk, ahogy egyébként gyógymód sincs rá jelenleg. Uh-huh. És fejben mikor fordultál át, mikor fogadtad ezt el, meg mikortól kezdted újra szépnek látni önmagad? Hát ugye 5 évesen lettem vitiligós, és 28 éves koromig, tehát 23 évig volt ez a nem szeretem szakasz. És akkor 28 évesen lett egy olyan váltás az életemben, hogy vége lett egy 8 éves párkapcsolatomnak, megszűnt a folyamatos szeretet zseton, és igazából ott azzal szembesültem, hogy vagy keresek még egy ilyen zsetont, aki próbálja belém táplálni, hogy mennyire szép vagyok, vagy elkezdem én magam szépnek látni. És annyira sok mindent változott ott az élethelyzetem, megváltoztak a barátok, megváltozott a lakhelyem, egy csomó minden változott ezzel a válással, hogy ott találtam magam, hogy ez egy tiszta lap, és hogy én azt csinálok most ezzel, amit én szeretnék, és ebbe simán belefért az is, hogy foglalkozom a vitiligóval, elkezdtem magamon dolgozni, megfigyeltem, hogy mi történik velem, miért is utáltam 23 évig ezeket a foltokat, és valahogy egyik napról a másikra generálta ezt az elfogadást, és az elfogadásból lett utána egy ilyen őrült szerelem a foltokkal. Hm.
És ha jól tudom, akkor te a vitiligó hazai nagykövete is vagy. Ez a szerep, ez hogy talált rád, és mit jelent pontosan, milyen feladatokkal jár? Nekünk nincsen társaságunk, egyesületünk, úgyhogy igazából ez egy olyan cím, amit azért képviselek, vagy azért kaptam, mert hogy különböző országoknak a vitiligó konferenciáira járok el, tartom a külföldi más országoknak a nagyköveteivel a kapcsolatot. A VR Foundation, ami egyébként a nemzetközi vitiligósoknak az egyesülete, velük folyamatosan konzultálok, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ha Magyarországon van vitiligó találkozó, amit nyilván én szervezek egy kolléganővel, akkor ezek mindig megjelennek a hivatalos vitiligó oldalakon is, és valójában a nagykövetségnek az a feladata, hogy azokban az országokban, ahol vitiligó közösségek alakultak, azokban az országokban képviseltesse magát Magyarország is, és nekem is ez a feladatom, hogy eljárjak a konferenciára, az ott hallottakat hazahozzam a magyar vitiligósoknak, hogy aki szeretne gyógyulni, vagy bármilyen más kúrát kipróbálni, annak lehetősége legyen általam. Uh-huh. És mi a tapasztalatod, hogy Magyarországon például mennyire ismerik ezt a betegséget? Hát én azt tudom mondani nagyképűen, hogy most már nagyon-nagyon jól ismerik a vitiligót. Nekem mindig az volt a vágyam, hogy unásig legyen bent a tévében a maga a vitiligó szó, vagy az, hogy festékhiány, hogy amikor meglátnak engem a tévében, vagy az újságoknak az oldalain, akkor azt mondják, hogy jaj, már megint ez a lány, hogy nem vagyunk már rá kíváncsi, mert hogy tudjuk, hogy vitiligós, menjen már odébb. És hogy annyira sok kampány talált meg a világ minden tájáról, aki felkarolta a vitiligósokat, hogy valahogy egy egyenes arányosságban nem csak Magyarországon történt ez a nyitás, hanem a világ minden táján, és így annyira egyszerűnek tűnik ez az elmúlt 5 év, közben pedig őrületmeló volt benne, de ha kimegyek, én azt látom, hogy nagyon-nagyon elfogadóak lettek azzal, hogy informálva lettek, csak ennyi kellett, hogy meg kellett nekik mutatni, hogy mi a vitiligó, hogy nem fertőzünk, hogy hogyan néz ki egy vitiligós test. Hogyha a strandon találkozik velünk, akkor ne legyen szorongása, hogy a vízben esetleg elkaphatja ezt a nem fertőző betegséget. Úgyhogy szerintem ez a munka nagyon is megérte, és informálta a nem vitiligósokat Magyarországon, és szerintem nagyon jó ügyet csináltunk ebből. Szerintem egyébként ez a vitiligó, ez egy különlegesség is, és szerintem ugyanez igaz a plus size modellekre is, mert hogy egy egészségesen telt női test, az gyönyörű tud lenni, amire az elmúlt években a divat szakma is felfigyelt, és bizonyíték arra, hogy mennyire kedvelik ezeket a modelleket, hogy egyre többen vannak a kifutón, a címlapokon is egyre több plusz száz modellt látunk. Magyarországon mennyire jellemző ez, Rita, hogy plusz száz modelleket alkalmaznak? Én azt látom, hogy nemzetközi vonalon innen indulnék. Nemzetközi vonalon ez már abszolút elfogadott, és például az Ashley Graham, aki egy világsztár és plusz száz modell, ő például 2017-ben az év modellje lett, tehát az összes modell közül, tehát nem Gigi Hadid lett, meg Bella Hadid, hanem Ashley Graham, és a legnagyobb divat és szépségmárkák is dolgoznak vele, illetve nem csak vele, de ez külföldön már teljesen természetes. Egyébként ugyanígy a vitiligós modellekkel, vagy éppen a kerekesszékes, a Down-szindrómás modellekkel is. Tehát, hogy ott már igazából a legnagyobb luxus márkák is foglalkoztatnak ilyen modelleket. Magyarországon azt látom, hogy most már egyre több a plusz size ruhát készítő tervező, vagy forgalmazó tervező, és ugye oda kellenek a modellek. Jobbik esetben alkalmaznak is modelleket, tehát nem vékony hölgyeken mutatják be. Én azt látom, hogy még mindig egy picit döccögve haladunk, viszont ugye ez a plusz size sokak fejében ez abszolút egy ilyen megfoghatatlan dolog, hogy ez mit jelent. Sokan azt mondják, hogy akkor ez csak elhízott, túlsúlyos, stb. Igazából ez a konfekció méret fölötti mérettartománytól indul, tehát ugye 36-38-40 a konfekció méret, és e fölött már ennek számít, illetve hát az arányok is, a magasság, a súly arányai is. De mondjuk egy
sportoló is lehet plusz ez, hogyha mondjuk erőteljesebb a háta, vagy a combja, tehát hogy ez nem feltétlenül csak, hogy így mondjam, zsírban mutatkozik meg, hanem izomban is, de visszatérve a kérdésre, hogy szépen lassan haladunk. Én azt látom, hogy egyre több magazin készít akár így interjút velem is, most már szinte heti szinten készülnek interjúk ebben a témában, illetve hogyha tervezek ilyen kampányokat, fotózásokat, akkor már előszeretettel nyitnak a tévé, rádió, magazinok is. Tehát valahogy én azt látom, hogy kezdenek az emberek érzékenyülni, hogy igen, nem csak egyféle szépség létezik, nem mindenki vékony, nem mindenki mondjuk 20 éves. Tudom, hogy ez egy picit más téma, de én ezzel is foglalkozom, számomra ez is nagyon-nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy milyen sokszínűek vagyunk, és hogy mennyi ember él körülöttünk. És ezért igazából én stylistként, újságíróként, szerkesztőként már nagyon régóta dolgozom, de az utóbbi években elkezdtem is speciálisan kifejezetten azokkal a hölgyekkel foglalkozni, akikkel nem nagyon foglalkoznak. És úgy tudom, hogy a plusz size modellekkel összefogva indítottál egy Szép vagyok kampányt is. Ez honnan jött ennek az ötlete, és mi volt a fő üzenete, illetve a mai napig él ez a kampány? Rengeteg üzenetet kapok az összes oldalamon, minden korosztálytól, tehát már a 10-12 éves kislányok is megtalálnak, de minden korosztálytól, hogy nem vagyok szép, nem vagyok szerethető, én nem úgy nézek ki, mint a Kylie Jenner, én nem úgy nézek ki, mint a nem tudom melyik topmodell, és ennek a Szép vagyok kampánynak az a lényeg igazából, hogy különböző korosztályú, különböző alkatú hölgyek elmondják, hogy ők miért szépek kívül és belül, és mi minden szerethető magunkon. Ezt ezért találtam ki, erre készült egy videókampány, ami egyre több helyen most már megjelent. És hát a célom az, hogy minél több helyen, ahogy az Adrián is mondta, hogy legyen tele minden ezzel, tehát hogy az emberek érezzék, hogy nincsenek egyedül. És hogy tapasztaljátok ezt, hogy mindannyiótoknak intézném ezt a kérdést, hogy a közösségi média az mennyire rontott a testképünkön, a filterek, a photoshopolt képek, hogy mennyire érezzük magunkat csúnyábbnak, hogy látjuk ezeket a fotókat. Szerintem volt ebben egy ilyen hullám, legalábbis én ezt érzem, hogy egy ilyen 5 évvel ezelőtt nagyon-nagyon ez a Photoshop volt, nagyon ahogy bejöttek ezek a social media felületek, ahol lehetőségünk volt ezeket a filtereket használni és szebbé tenni magunkat a fotóra. Viszont például én tavaly előtt részt vettem egy olyan világméretű kampányban, ami pont ez ellen szólt, hogy azok a nők, akik nem érzik magukat reprezentálva a médiában, azok a nők kaptak egy kis lehetőséget, hiszen olyan fotók készültek, amelyek az igazi nőt mutatták meg, és ezeket a retusálatlan fotókat használják azok a cégek kampánycélra, amikkel hirdetni szeretnék a terméket. Úgyhogy szerintem ez a hullám, ez 5 évvel ezelőtt így egy kicsit befejeződni látszódott, és most egyre inkább azt látom, hogyha megnézel egy divatmagazint is, vagy egy online felületen egy ruhát, hogy hirdetnek. Szóval nincsen retusálva, különböző méretű nők veszik fel azokat a ruhákat, és hogy pont ez a lényeg, hogy annyira különbözőek vagyunk, annyira sok testalkat, és akár bőrszín is megjelenik, hogy ezt muszáj megmutatni, nem lehet azt mutatni, hogy mindenki 90-60-90 patika bőrrel photoshopolva létezik, mert hogy ez egy becsapás, nem ez van a világban. Igen, igen. Azt látom, hogy még a tinédzsereknél, nagyon sok tinédzser megtalál. Nekik még nagyon fontosak ezek a külföldi, nagyon tökéletesnek tűnő, vagy tökéletesre alakított influencerek, és valahogy még meg kell velük értetni, hogy az nem a valóság, és hogy nem ahhoz kell, hogy hasonlítsák magukat. Igazából senkihez sem kell, hogy hasonlítsák magukat, de én is egyébként ezt vettem észre, hogy most már átalakulóban van, tehát most már egyre többen kortól függetlenül mondják, hogy nem ez a valóság. Mindannyian, tehát különbözőek vagyunk, és igazából így van ez jól, de ez egy alakuló félben lévő dolog. Én azt mondom, hogy a social media, amíg régebben lehúztuk, hogy fú, hát ez nagyon sokat árt, és hogy abszolút az önértékelésünknek ez borzasztó. Most már vannak olyan véleményvezérek, influencerek, akik abszolút példaértékűek, tehát akiket érdemes követni, mert látjuk, hogy mondjuk akár egy fitness edző megmutatja, hogy ő milyen tökéletes, és utána megmutatja, hogy egyébként ő is az, csak most kiengedte a hasát, és akkor látjuk a kis hasát, a kis narancsbőrös combját, és azt mondjuk, hogy fú, úr, Isten, de jó, nem vagyok egyedül. Tehát most már egyre több a pozitív, igazából ilyen body pozitív influencer. Én ezt látom. És
Eszter, te ugye plusz size modell vagy, te hogy csöppentél bele ebbe a szakmába? Hát Ritával nagyságrendileg olyan 2 évvel ezelőtt került szóba, de már meg nem mondom, hogy ez hogy jött. Egy beszélgetés folyamán. Mondtam neked, hogy modellkednek. Igen, de igazából így a semmiből jött tulajdonképpen, és utána én a Ritától nagyon sok segítséget kapok, mindezt az elejétől a mai napig, és remélem a későbbiekben is. És mi nagyon sok kampányba hívott, vagy nagyon sok kampányba szerepelhettem, ugye Szép vagyok kampány is, tehát abban is szerepeltem. Volt egy magyar cégnél egy ilyen showroom divat bemutató, ami tulajdonképpen csak így egymás között volt, tehát nem egy nagy színpadi bemutatóra kell gondolni. Tehát a Rita az próbál lehetőségeket nyitni, igazából nem csak nekem, hanem az összes többi klubtagnak, társnak, aki modellkedni szeretne, és így együtt dolgozunk igazából. És a modellkedés segít neked abban, hogy még magabiztosabb lehess? Természetesen, tehát persze, hogy segít. Nekem a párom is nagyon sokat segít az én önbizalmamban vagy megjelenésemben. Talán neki köszönhetem azt, hogy most mennyire van önbizalmam, vagy éppen mennyire nincsen, mert nyilván nálunk is van, vagy nekem is van rosszabb napom, amikor úgy érzem, hogy fölkelek reggel, és belenézek a tükörbe, és jó, akkor engedjük el ezt a napot, mert ez így nem lesz jó. De sokkal több az, amikor igenis szép vagyok, fölkeltem reggel, nincs rajtam smink, még igazából ott állok pizsamában, és jaj, de jó, tök jó most a hajam, tök jó a szemöldököm, tök jó belenézni a tükörbe. De volt olyan időszakod, amikor nehezebben fogadtad el önmagad? Hát ez a tipikus tínédzserkor. Én inkább azt mondanám, de ott se inkább az elfogadás, hanem ugye, amit már többiek is mondtak, hogy a tínédzserkorban a tökéletesség, amit ugye látunk. Én pont akkor voltam tínédzser, amikor bejött a nagy social médiás láz, és hát persze a sok filter, a sok mit tudom én mit, tehát hogy próbáljunk tökéletesek lenni. De hát amúgy egyikünk se az. Tehát nekem is van bőrbetegségem, én se szerettem, most már így nem foglalkozom úgy vele, tehát nem vagyok tőle stresszes, vagy negatív érzésem nincs tőle. De a tínédzserkor, az ott nehezebb volt. És mit üzennétek azoknak a lányoknak, nőknek, akik nem fogadják el önmagukat? Legyen problémájuk az, hogy vékony szálú a hajuk, vagy az, hogy kicsit kerekdedebbek, vagy akár bőr problémájuk van. Nagyon fontosnak tartom az önfejlesztést, tehát, hogy ne abból induljunk ki, hogy ki hogy néz ki, és én hogy nézek ki, mert ez igazából a felszín, és mindenki máshogy néz ki, a valóságban pláne mindenki máshogy néz ki, mint ugye a magazinokban, meg a social médiában. Kezdjünk el magunkkal foglalkozni. Nagyon hiszek a szakértőkben, illetve a szakértői csoportokban, akik tudnak minket támogatni. Egyedül nagyon nehéz. Tehát egyedül mondhatjuk azt, hogy jaj, nincs önbizalmam, és legyintünk rá, de hogyha nincs önbizalmad, akkor igazából sosem leszel igazán teljes, hiszen magánéletedben sem tudsz feloldódni, a munkádban sem tudsz akár olyan karriert befutni, hogyha nem vagy magabiztos és nincs önbizalmad. Szakértők, ilyen jellegű csoportok, nekem ezért is van például a klubom, amit az Eszter is említett, de nagyon sokféle olyan példaértékű szakértő is van, akit lehet követni különböző oldalakon. Tehát kezdjünk el magunkkal belül foglalkozni, mert hiába veszi fel valaki a miniszoknyát vagy bármit, hogyha ő nincs rendben magával, egyrészt az látszódik is rajta, másrészt meg ő számít, hogy ő nem érzi jól magát a bőrében. Én ezt tapasztalom. Én 20 évesen nagyon rosszban voltam magammal, nagyon önbizalomhiányos voltam, pedig kockahasam volt, sportoltam, nagyon sokat sportoltam, kosárlabdáztam, és hívtak modellkedni, mert még a klasszikus modell, vékony modellnek, de hú, hát én kövér vagyok, hogy nézek ki a Fashion TV-t, néztem állandóan a modelleket, ahol a modellek ugye olyan magasak, mint én, de 48 kilósak, én meg borzasztó 56 kilós voltam, és rosszul éreztem magam a bőrömben,
És ehhez kellett ez az önfejlesztő út, hogy most meg így azt mondom, hogy tök jó. Nem mindig minden, ahogy Eszter is mondta, hiszen emberek vagyunk, de most már 96%-ban. A Ritával egyetértek az önismeret és az önfejlesztés részében, még abban is, hogy segítséget kérjünk. Tehát mindenféleképpen meg kell találni azt a kulcsot, és ez mindenkinek más, hogy mi az, ami fog segíteni az elfogadásban. Én a vitiligósoknak mindig azt szoktam mondani, és ez egy nagyon egyszerű példa volt, hogy szeresd az esőt, mert ha nem szereted, akkor is esik. És hogy vannak olyan problémák, amiket meg lehet oldani. Tehát, hogyha valaki nagy orral, ferde orral él, akkor van lehetősége megműteni az orrát, és akkor megoldva a probléma mehet tovább az életében. Viszont vannak olyan problémák, amiken csak is kizárólag az elfogadás segít. Tehát én, ha itt bármit csinálok, sem leszek egyszínű barna, ez az elfogadás. És itt jön be az, hogy szeresd az esőt, mert hogyha nem szereted, akkor is esik, hogy szeresd a vitiligót, mert ha nem szereted, akkor is rajtad lesz, és nem tudsz vele mit csinálni. Akkor már nem jobb megbarátkozni vele, hiszen egész életedre így is úgy is itt lesz, szóval ez a add meg magad azután, hogy már megismerted, hogy miért történik ez a folyamat. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen.